Kiváló hangulatban telt az elmúlt hét az MMK-ban szervezett nyári alkotótáborban. A táborozók minden héten csütörtökön találkozhatnak újra Barkó Laurával és a Lara Mesék Társulattal, akik tematikus foglalkozásokat készítettek össze a fiataloknak. A művész a foglalkozások első felvonásán interaktív, hangszeres bemutatót tartott a gyerekeknek. Temérdek hangszerrel érkeztem, ugyanis hangszertár címmel összegyűjtöttem tényleg a társulatnak az összes hangszerét, hegedűtől kezdve, tangóharmonikán keresztül a csörgő-zörgő hangszerekig, amit egyszerű megszólaltatni, mindent megpróbáltam olyan interaktivitással megmutatni, hogy a végén legyen kedvük a gyerekeknek kipróbálni. Hát nagy sikert értünk el ezzel, mert mindenki rárontott az asztalra. A célom az ezzel, hogy tényleg legyen egy olyan tapasztalati bázisuk a gyerekeknek, hogy ha már kicsikorban nem is, de mondjuk 8-10 éves korban ezekkel találkoznak, akkor utána szívesen tanuljanak zenét, mert az mindenre jó hatással van, akár a tanulmányra, akár viselkedésre, és hát alapvetően a személyiségfejlődésre is nagy hatást gyakorol, hogyha valaki zenével foglalkozik. A bemutatók során nagy hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra. Ez visszatérő elem hétről hétre. Játékos módon próbálom mindig megszólítani a gyerekeket, most próbáltunk énekelni. Nehezebben ment, mint ahogy én azt gondoltam, de ezt vissza fogom hozni. Nem ez volt a terv, de vissza fogom hozni így az 5 hét alatt, hogy akik tényleg visszajáró MMK-s táborozók vagy ide látogatók, az annak legyen mindig egy plusz élménye, és lássuk az 5 hét alatt, hova fejlődünk. Halandzsára épül amúgy ez a feladat, és nagyon egyszerű megtanulni. 3 szólamba fogunk énekelni hétről hétre, és akkor a végére tényleg ki fog alakulni egy olyan közös élmény, ami az énekhez köthető, zenéhez köthető, amit magával vihet, akár kicsi, akár nagy. Sokan talán nem is gondolnák, hogy egy-egy ilyen zenés foglalkozás mennyi mindenben is tud segíteni a fiataloknak, sőt, gyakorlatilag bárkinek. Pécsi Egyetemnek vagyok levelező hallgatója, és zeneterapeutának készülök. Most vagyok a fél időben a képzésben. Ezt a szemléletet szeretném belecsempészni a Lara mesékbe. Maradnak ugyanúgy a báb előadások. A zenei élményt szeretném egy olyan megfogható dologgá varázsolni, ami belecsempészhető a mindennapokban, ami tényleg mindenkinek olyan élményt biztosít, ami akár a relaxációban tud neki segíteni, akár a tanulás elmélyítésében, és úgy beleépíteni a mindennapjaiban a zenét, hogy azt aktív részeseként, fejlesztőként tudja hasznosítani, akár családban, otthon, akár szülőként, hogy a gyermekeket ösztönözze házi munkára, a tényleg a legalapvetőbb dolgokra. Az MMK táborának első hetén hangszerbemutatóval kedveskedett a gyerekeknek a Lara Mesék Társulat. Folytatása második héten, akkor egészségmegőrző interaktív báb előadáson vehetnek részt a gyerekek.